Sok szeretettel köszöntök mindenkit, most hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből. Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, akik síremléket építetek, azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége, profétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől. Ábel vérétől, egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templom épület között megöltek. Igenis, mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj, nektek törvénytudók, lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatokat nem mentetek be vele, az főket pedig megakadályozzátok, amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kielentésen, amelyel vádolhatják. Eddig szól a mai evangéliumi történet, amelyben Jézus folytatja a farizeusoknak és az írástudóknak a korholását, olyan ószövetségi példákat hoz, amikor Isten próbálta a zsidó népet jobb útra téríteni, küldött nekik nagyon sok prófétát, viszont ezeknek a prófétáknak általában üldöztetés volt a sorsuk, nagyon sokszor nem fogadta el őket a nemzedék, akikhez küldték, nem fogadták el az ő megtérésre sürgető szavaikat, hanem nagyon sok esetben megkínozták őket, és sok olyan próféta volt, akiket meg is öltek. És Jézus ezt kéri számon, a farizeusokon és az írástudókon, hiszen bár nagy síremlékeket építenek ezeknek a prófétáknak, de mégis ugyanúgy nem követik Istennek az igéjét, nem élik az életükben, hanem egyszerűen a külsőségek alapján próbálják ezeket megélni. És velük állítja szembe ezeket a nagy múltú prófétákat, és ezzel Jézus a tanítványok számára is próbál megerősítést adni, hiszen őket ugyanerre a feladatra fogja majd elküldeni, hogy hirdessék az ő örömhírét olyan társadalomban és olyan világban, amely egyáltalán nem erősíti meg a keresztény értékrendet és a hitet, és ugyanezzel a helyzettel találkozhatunk a mai világban is, hogyha próbálunk tanúságtevő keresztény életet élni, a szavainkkal és a tetteinkkel megvallani Jézust megváltónknak, akkor nagyon sokszor, bár nem olyan módon, mint a keresztény üldözések időszakában, de nagyon sokszor ellenállásba ütközhetünk, nagyon sokszor ferde szemmel néznek ránk. Viszont Jézusnak a szavai bátorítást kell, hogy jelentsenek számunkra, hogy kitartsunk a hitünkben, hogy Sose veszítsük el a reményünket, és még hogyha a kisebbséghez tartozunk is, de tudjuk azt, hogy a mi értékrendünk igaz, Isten szaván alapul, és ezért meg fog maradni az idők végéig.